A mai ige rögtön a Biblia elején van, Mózes első könyvéből olvasom, a 26. verstől a 30. versig kérem, hogy aki megteheti. Mózes első könyve, első rész, igen, és a 26-os verstől a 30-asig. Akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette, férfiúvá és asszonyjá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó, mászó mindenféle állaton. Azután ezt mondta Isten, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen az eledeletek. Amen. Foglaljatok helyet. A mai ígét azt annak idején a Zandinak és a Gábornak szántam, csak nem volt rá idő, hogy elmondjam, mert elég feszes volt a program. És tulajdonképpen egy személyes tapasztalatból keletkezett az egész igehirdetés, amit ma szeretnék nektek elmondani és megosztani. Ugye mindenki hallott már az isteni részecskéről, ez most egy elég felkapott téma. Szinte magát a cent is, ahol ezt a fizikai kísérletet létrehozzák, és szinte azért építették meg, hogy ezt a Higgs bozon, Peter Higgs bozon által elgondolt vagy kiötletelt részecskét, azt valamilyen módon be tudják bizonyítani, hogy ez létezik. Nem akarok fizika órát tartani, aki esetleg nem tudja, hogy mi ez a részecske. Hát úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy terem, ahol koktérpartit tartanak politikusok, és az elnök keresztül megy a termen. És ahogy megy a termen keresztül az elnök, a politikusok így hozzácsapódnak, körülveszik, és utána leszakadnak róla, ahogy megy tovább, mindig akihez odaér, az oda csapódik hozzá, beszélget vele egy kicsit, és utána leválik róla. Az az érdekes benne, hogy a politikus emiatt nagyon nehezen tud megindulni, és nagyon nehezen tud megállni. Így lehet nagyjából ennek a Higgs bozonnak a fermionokra gyakorolt hatását elképzelni. És annak idején, amikor én ezt először meghallottam, hogy hát megtalálták az isteni részecskét, akkor én már tudtam, hogy ez butaság, mert nem az az isteni részecske. Én saját magam úgy találkoztam először az isteni részecskével, hogy frissen megtértként egy alapítványnak a fiótanában dolgoztam, és hát egy év alatt körülbelül 1000 ember jött el hozzánk felvételre, volt felvételi beszélgetés, meghallgattam a problémáit, elmondta, hogy ő szerinte mi okozza az ő életének a kisiklását, beszélgettünk, és utána a hétköznapokban, mivel hogy én is ott éltem velük életközösségben, úgy tartottuk a foglalkozásokat. A hétköznapi életem részévé vált ez az ember, és én is az ő életének a részévé, tehát naponta beszélgettünk, láttuk egymás dolgait, cselekedeteit, hogy ki mit csinál a hétköznapokban. És hát friss megtért ember voltam, és bizony volt egy-két olyan lakó, olyan ember, olyan arc, akivel nem tudtam mit kezdeni. Megláttam, és úgy éreztem, hogy én ezt az embert soha nem fogom tudni szeretni. Na most ugye az igével napi kapcsolatban voltam, és hát ugye azt mondja Jézus, hogy hát szeressétek a másik embert, úgy, mint önmagatokat. Na most ez egy olyan lecke volt, hogy hát biztos vagyok benne, hogy ti is voltatok olyan helyzetben, hogy találkoztatok olyan emberre, hogy éreztétek, hogy hát inkább nem mentek hozzá közel, inkább kicsit jobban szorítjátok a táskát, ha nem muszáj, akkor nem álltok le vele beszélgetni, tehát valamilyen okból nem volt az illető szimpatikus.
És amikor én ezzel találkoztam, akkor elég elszégyeltem magam, mert hát valamilyen módon ugye ezt meg kell oldani, valamilyen megoldást találni kell erre a problémára, hogy keresztjén tudjak maradni, olyan keresztjén, aki kedves az Úr előtt, ugyanakkor, ami le van írva az igébe, azt be tudjam tartani, végre tudjam hajtani, tehát hogy tudjam a másik embert úgy szeretni, ahogyan Jézus azt nekünk meghagyta. És nagyon érdekes, hogy egy átbibliázott nap után megkaptam Istentől azt, hogy hát a másik emberben ezt az isteni részecskét kell megkeresnem. És ez akkor olyan nagyon furcsa volt, hogy lehet benne egy ilyen emberben az isteni részecske. És elém került Mózes első könyve, ahol nagyon furcsa, hogy Isten ragaszkodik hozzá, hogy ez belekerüljön a Bibliába, Mózes első könyvébe. És ugye a zsidók is annak idején ebből tanulták az Isten ismeretét, meg ma is. És tulajdonképpen Isten valamilyen okból szükségesnek látta, hogy ez a rész belekerüljön a Bibliába, hogy az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. És ez nekem nagyon furcsa volt, hogy ezt miért ragaszkodott Isten ahhoz, hogy mi ezt tudjuk. Ugye, hogyha ezt a részt kivenném belőle, akkor is érthető lenne az egész Biblia, akkor is vannak olyan dolgok, amikhez tartanunk kell magunkat, hogy Isten előtt kedvesek legyünk, de valamiért Isten mégis ragaszkodott hozzá, hogy ez a rész benne legyen. Sokat gondolkoztam rajta, hogy hát milyen lehet ez az isteni részecske, mert ugye a részecske fogalmunk az olyan, hogy a részecske az kicsi és valahol van. Nagy valószínűséggel az isteni részecskét most lövöldözik ki a DNS láncból azokat a részeket, amik a kutatók szerint ártanak az egészségünknek, tehát nagy valószínűséggel az ember szerkezete is előbb-utóbb valamilyen szinten átrendezhetővé válik a DNS bolygatásával, de kicsinek tartom a valószínűségét, hogy az isteni részecskét így ki tudják lőni az emberből. Tehát ez az isteni részecske, ez a születésünktől egészen a halálunk pillanatáig, ameddig a lélek el nem távozik belőlünk, bennünk van. Fontos még megérteni azt, hogy az isteni részecske nem a Szentlélek. Szent lelket ugye úgy kap az ember az írások és az Isten igéje szerint, hogy fölismeri az Isten munkáját az életében, a magáénak akarja tudni, ezáltal keresi az Istennek a társaságát, újra fel akarja venni azt a régi szállat, amit az Istennel annak idején elvesztettünk, újra rendezni akarja az ember azt a kapcsolatot, amit annak idején elrontottunk, és bűnbánatot kell, hogy tartson az ember, meg kell, hogy térjen a bűnbánat által, és hát utána a bemerítkezés, ugye mint a megtérésnek a kiábrázolása, ezt Jézus hagyta meg nekünk, hogy a megtérésünket bemerítkezéssel valljuk meg az Isten előtt. És akkor, hogyha ez mind megvan, és csatlakozik az ember egy olyan közösséghez, ahol a közösséggel együtt tudja gyakorolni a hitét, akkor Isten odaadja neki a Szentléleknek az ajándékát, amelyik ígérete szerint el fogja nekünk mondani, hogy mit és hogyan csináljunk, és mi a további teendőnk. Tehát ez mint egy sugógép lesz jelen a Szentlélek munkája, a Szent Szellem munkája az életünkben, amelyik segít abban, hogy a nem mindig egyszerű döntésekből a jót választjuk, azt válasszuk, ami az Isten szerint való döntés. Tehát az isteni részecske az nem Szent Szellem. Sokat olvasgattam teológus munkákat, és ők elég jól összefoglalják, vagy érthetővé teszik az ember számára, hogy mi is az isteni részecske. A legpogányabb és a legelvetemültebb ember is érzi azt, hogyha rosszat csinált. Ugye elveszem a másétól
azt, ami az övé. Ezt, amikor még világi ember voltam, és még Istenről, Jézusról nem is hallottam, akkor is tudtam, hogy ez rossz. És ez belülről jött. Van az emberben egy úgynevezett lelkiismeret nevezetű program, ami állandóan folyamatosan fut, és hogyha valami olyan dolgot teszünk, ami ütközik ezzel, akkor figyelmeztet, hogy te most, amit csináltál, ez rossz. És milyen érdekes, hogy a teremtés történetben úgy van leírva, hogy semmilyen más élőlény nem kapja meg ezt az isteni részecskét, csak az ember. Ugye képzeljünk el egy oroszlánt, megy a sivatagba, látja, hogy egy másik állat, egy gyengébb állat éppen elejtette egy szarvast, hopp, oda megy, elzavarja a másik állatot, neki áll falatozni belőle, és beugrik a lelkiismeret, és ott elkezd az oroszlán sírni, hogy jaj, hát milyen rosszat csináltam, elvettem a sakától, hát ez lopás, jaj, és tehát ugye ilyesmivel nem találkozunk, a sakák ki is röhögni az oroszlán, tehát az állatvilágban ilyen nincsen, ilyen tulajdonsággal egyedül az ember rendelkezik. Semmilyen más élőlény nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. Aztán nagyon érdekes az, hogy a legelvetemültebb embernek is vannak olyan pillanatai, amikor ölel. Amikor szeretetet érez a másik ember iránt. És ez gyakorolja is, és láthatóvá is teszi. Ugye az isteni részecske minden egyes emberben benne van, a születésünkkor kapjuk. Benne volt annak idején ugye Adolf Hitlerbe is, valamilyen szinten ő is képes volt a szeretetre, mert ő ugye azt hitte, hogy ő a saját népért teszi azt a sok jót, amit tesz, és a saját népért harcol. Hát most már tudjuk, hogy az, amit csinált, az nem volt túlságosan jó, és nem volt Istentől való dolog. De ő végig abban a tudatban élt, hogy ő a német népet megmenti, új életet ad nekik, új hazát, új vagyont. Tehát egy nép felemelkedéséért küzdött ő szerinte. És végig ebben a sátántól adott tudatban élt. Amikor Krisztus szavait olvasom, ő beszél a szeretetről, és beszél arról, hogy a másik embert úgy szeressük, mint önmagunkat. És azért ez egy kicsit az emberi gondolkodásunkkal ellentétes dolog, ugyanis szokták mondani közmondásban, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, hát még az embernek. Ugye az érdekeink rangsorában először az van, hogy a saját érdekeink érvényesüljenek, és hogyha a saját érdekeink maradéktalanul érvényesülnek, akkor fordulunk oda a másik emberhez. Ugye a sikeres előrejutásnak is ez az egyik titka, és ehhez képest eléggé ütközik az, amit Jézus tanít, hogy szeresd a másikat úgy, mint önmagadat. Érthetetlen a szeretet parancsa akkor, hogyha nem értjük meg azt, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Természetesen, mivel hogy Isten nem egy fizikai lény, tehát nem az arcunkban vagy a gesztusainkban keresendő ez a hasonlatosság, sokkal inkább szellemiekben keresendő ez a hasonlatosság, sokkal inkább olyan tulajdonságainkban, amik szintén az evolúció kutatói szerint érthetetlenek. Például itt van a zene. Sokat foglalkoztam zenével, és tudom azt, hogy nagyon sok olyan zenemű van, amit teljesen mindegy, hogy amerikainak játszanak le, teljesen mindegy, hogy magyarnak, teljesen mindegy, hogy csenek, ugyanazokat az érzéseket fogja mindenkiből kiváltani, szomorú lesz tőle, vidám lesz tőle, tehát annyira egyértelmű érzések, ugyanakkor még sincs szöveg rakva mellé, tehát azokból a hangokból következtetett ki az érzésvilágot, amit hallasz. Ez ugye milyen érdekes dolog, és ez semmilyen más élőlénynél nincsen meg, csak is az embernél. Az, hogyha a farkas valamilyen zenére elkezd vonyítani, tehát ez nem muzikalitás volt, ez tanúbizonyságot, ez csak egy ösztön ébredt föl benne. Az embernél viszont azokat az érzésvilágokat tudja a zene előcsalogatni, mindegyik embernél ugyanazt az érzésvilágot tudja előcsalogatni.
Szerintem életünk egyik legnagyobb kihívása ez, hogy felfedezzük a másik emberben azt a képmást, amit Istentől kapott, és azt a hasonlatosságot. És amikor én ezt elkezdtem gyakorolni, akkor nagyon megdöbbentő volt, amikor abban az emberben, aki ugye rettenetesen unszimpatikus volt, egyszer csak megláttam az Istennek a képmását, és azt az isteni részecskét, ami benne volt, amit Istentől kapott. Nagyon megdöbbentő volt az, hogy ez megvalósulhat úgy is, hogy olyan ember mond nekünk szóló dolgokat, aki nem hívő. Tehát hozzám szólt Isten úgy is, hogy teljesen hitetlen emberen keresztül, akinek az igéről beszéltem, és úgy szólt hozzám Isten, hogy tudtam, hogy ezt most Isten mondta, ugyanis olyan információkat mondott el ez az ember, amit én neki nem mondtam el, és ő nem is tudhatott róla, egyedül csak az Úr tudta, és adott egy választ, úgymond. Nagyon érdekes a Bibliában az, hogy az önálló magányos farkas keresztjén az valamiért egy nem támogatott dolog, és azt mondja az ige, hogy legyetek együtt, tehát hogy gyertek és legyetek együtt, álljatok össze közösségbe, gyakoroljátok a közösséget egymással, gyakoroljátok a szeretetet egymással, gyakoroljátok a közösséget. És hogyha megfigyeljük ennek az ellenkezőjét, akkor láthatjuk azt, hogy az ember mindig hiányt szenved, a másik isteni részecske hiányát szenvedi el. Ugye az egyedül lévő emberek általában valamilyen pótlékhoz szoktak nyúlni, vagy alkoholhoz, kábítószerhez, vagy jobb esetben valamilyen élőlényt maguk mellé, kutyát, macskát, ilyesmit, és akkor annak adják át a bennük lévő érzéseket. De az igazi Istentől jövő közösség az a másik emberrel való közösség, és ezt kell, hogy a bennünk lévő isteni részecske megfelelő módon tudjon fejlődni, és megfelelő módon tudjon az életünkben részt venni, ezért közösségben kell, hogy legyünk. Nagyon fontos az, ezt még az indiánoknak is van rá egy mondájuk, nekik az a mondájuk, hogy az emberben két farkas harcol egymással, egy jó és egy rossz. És az fog győzni, amelyiket eteted. Ugye az embernek az életében ez nagyon fontos, hogy mi az, amit etet. Mi az, amit etet. Mi az, aminek enni ad. Minek szeretne enni adni. Itt a pólusban voltam valamelyik nap, és a parkolóban az egyik nő húzta ki a bevásárlókocsit, a másik megtolt egy biciklit. És a bevásárló kocsit neki húzta a biciklinek. Na most elkezdett kiabálni a biciklis nő, hogy hát különböző jelzőket mondott erre a hölgyre, ő visszakiabált, és tényleg csak másodpercekre voltak attól, hogy egymásnak kessenek, és elkezdjék tépni egymás haját. És ahogy úgy elmentem mellettük, úgy megfogalmazódott bennem, hogy ez borzasztó, hogy mennyire jelentéktelen semmilyen dolog. Hát tovább tolja a biciklit, mert különben nem történt semmi, tehát senkinek nem lett semmilyen baja, csak ez egy, mit tudom én, picit csattantak. De ez gerjesztett egy olyan konfliktust mindkettejükben, hogy azt az elnyomott indulatmennyiséget, amik bennük volt, azt a másik úgymond vétlenre rázúdították, mert igazság szerint valljuk be, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem egymásra haragszik ilyenkor két ember, hanem a napok alatt felgyülemlett feszültséget egymásra öntik, és így vezetik le egymáson az esetleg mások által érzett haragot. Tehát nagyon fontos az, hogy etetjük a bennünk lévő farkasokat, ugyanis könnyen az ellenségünké válhat, hogyha a rossznak adunk enni. Azért, hogy ezt elkerüljük, azért, hogy a jó és az építő dolgok szaporodjanak bennünk, ezért kell, hogy közösségben legyünk. És ezért kell, hogy a közösség segítsen abban, hogy a kiálló részek azok
úgymond le tudjanak rólunk dörzsölődni, és egy idő után elviselhető legyen elmenni mellettünk, anélkül, hogy bárkin bármilyen sebet ejtenénk. Ugye ugyanez van a házasságban is, hogy két ember, amikor egymásra talál, akkor azt szokták mondani, hogy fémet a fémmel csiszolnak, ugye mind a kettejüknek le kell tenni azokat a dolgokat, amiket akkor gyakoroltak, amikor még egyedül voltak, és valamilyen szinten a másikért kell élni, ugyanis, hogyha a másikért élek, akkor az visszahat rám, jól hat vissza rám, kellemes érzéseket okoz, jó élményeket okoz, ugye, hogyha tisztességesen viselkedem a feleségemmel, akkor az nagy valószínűség szerint jobb ízű pörköltet fog főzni, mint hogyha rosszul bánok vele, és az ugye visszahat rám, mert viszont a pörköltet meg nekem kell megennem, mosolyogva, és utána nekem kell megköszönnöm, úgyhogy valóban azt is érzem, hogy hát igen, ez jó volt. Tehát a házasságban is, és a közösségben is az embereknek a viszonya, az egyik ember viszonya a másikra visszahat. És hogyha ezt a viszonyt gyakoroljuk itt ebben a közösségben, vagy bármilyen közösségben, ahova bekerülünk, akkor annak jó hatásai lesznek az életünkre nézve. Nem mondja Krisztus azt, hogy csak akkor szeressünk, és akkor legyünk jók, és akkor képviseljük Istent, amikor keresztény közösségben vagyunk, hanem mindig. Tehát a világ figyeljen fel arra, hogy mi miért vagyunk mások, miért viselkedünk másképpen, mint a világi emberek, és tűnjön föl nekik az, hogy mi másképp viselkedünk. Tehát nem jó politika az, hogyha mi világi emberek között, vagy hitetlen emberek között, vagy nem tudom ki, hogy hívja őket, vagyunk, és mi kezdünk el asszimilálódni hozzájuk, mi alkalmazkodunk hozzájuk, mi kezdünk el úgy viselkedni, mint ők, mert akkor valamilyen szinten megcsaljuk az Istent, hanem képviselnünk kell azt, amit Jézustól tanultunk a világi emberek előtt is, és az írás szerint úgy kell mindezt tennünk, hogy megkívánják a szívükben azt, hogy olyan Istenük és olyan hitünk legyen, mint amilyen nekünk van. Tehát meg kell a világi emberekkel kívántatnunk a Krisztusnak az országát. Nem egyszerű a másik emberben észrevenni az isteni részecskét, de keressük. A legnehezebb helyzetben az utcán ülő, koszos és esetleg részek kódusban is meg lehet az isteni részecskét találni, és nekünk Krisztus feladatul adta ezt, hogy keressük és találjuk meg, és ezt kell a másik emberben elsősorban keresnünk és meglátnunk. Gyakorlatilag most abba hagyhatnám és mondhatnám, hogy menjetek haza és a jövő héten gyakoroljátok, de ez egy olyan felismerés volt nekem, ami megváltoztatta az egész, úgymond keresztény életemet, mert előtte volt ugye bennem egy olyan elképzelés, hogy hát Isten már itt a Földön mindenkinek megadja azt, ami megilleti. Ugye én megjavultam, engem felemelt, ő nem javult meg, ő ment a pincébe. De ez nem így működik, tehát nem ilyen a világnak a rendje, és Isten nem egy azonnal ítélő esküdtszék, amelyik mindig percre pontosan azt adja az embernek, amit megérdemel. Ezért tehát a szívünkben lévő elbizakodottságot azt el kell nyomni a Krisztus igéjével, és a mindennapi igetanulmányozással, az imádkozással, a segítségkéréssel, az igekéréssel. És én biztos vagyok benne, hogy amikor Istennek tetsző módon kezdjük el keresni a másik emberben az isteni részecskét, akkor Isten maga fogja megveregetni más embereken keresztül a vállunkat, és tudni fogjuk azt, hogy igen, most úgy csináltuk, ahogy ő ezt nekünk annak idején meghagyta. Hát ezt kívánom nektek a jövő hétre, és ezt kívánom magamnak is a jövő hétre, a továbbiakban is,
és mindenkinek kívánok egy nagyon áldott hetet. Amen.